Sziasztok, Litovszky Róbert vagyok, és ez itt az LV Sport 4-esedik című játéka. A kihívom Dombi Tibor, akitől kaptam 4 kérdést, ezúton is köszönöm. Az első, melyik a legemlékezetesebb mérkőzésem újpesti színekben? Itt a 2013-as Diózsőr Újpest Kupa döntőt emelném ki, ahol 1-1-es rendes játékidős hosszabbítás után 11-esekkel tudtuk elhódítani a Magyar Kupát. Sikerült gólt szereznem a rendes játékidőben, valamint a büntető párbajban is értékesíteni tudtam a saját büntetőmet. Nagyon fontos győzelem volt, nagyon hosszú idő után tudtunk hazavinni egy kupagyőzelmet, és itt óriási ünneplés volt a szurkolókkal és a csapattal a mérkőzés után. Ez egy nagyon meghatározó élmény volt, de szerencsére nagyon sok szép és fontos győzelmet tudtam aratni a csapattal az évek során. Erre nagyon büszke vagyok. A második kérdés, miért a Vasasba igazoltam, mi döntött mellette? Mint említettem, nagyon hosszú idő után hagytam az Újpestet. Szerettem volna egy megfontolt döntést hozni, és a Vasas vezetők által felvázolt jövőkép, valamint ambíciózus célok, valamint a belém vetett hitük sikerült, hogy meggyőzzenek arról, hogy még az MB2-ben is érdemes a Vasast választanom, és belefognom ebbe a projektbe. Ami tényleg bízom benne és hiszek benne, hogy nagyon szép lesz és az idő engem fog igazolni, és szép éveket fogunk eltölteni Angyalföldön a jelenlegi csapattal és még megerősödve. És a harmadik kérdés, mit gondolok, hogy jó teljesítmény esetén bekerülhetek-e a válogatottba? Erről az a véleményem, hogy nincsen esélyem, reális esélyem arra, hogy MB2-ből bekerüljek a válogatottba. Ennek teljesen tudatában voltam, amikor meghoztam a döntésemet. Az idei célkitűzésem az az, hogy az ellenfél teljes tisztelete mellett, de megnyerjük az MB2-es bajnokságot, és jövőre újra MB1-be tudjon szerepelni a Vasas, és utána újra célként tudom kitűzni, mint szerintem minden magyar labdarúgó, hogy válogatott meghívót kapjak, de az idei évben ez nem aktuális, én úgy gondolom. A negyedik kérdés, kit tartok a világ legjobb játékosának a posztomon, és miért? Sergio Ramost mondanám, aki már több mint 15 éve világklasszis teljesítményt nyújt, és számtalan trófeát nyert. Ennek ellenére mérkőzésre azt látom benne, hogy ugyanaz a tűzég benne, mint a pályafutása kezdetén, és az, ahogy saját magát és a csapatát tudja tüzelni, hergelni és motiválni, az szerintem mindenkinek egy nagyon jó példa, és tényleg közel 35 évesen még mindig világklasszis teljesítményt tud nyújtani. Most már ugye ő rúgja a büntetőket, a hetekben szabadrúgásból döntött el egy mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy ha idei évben megnyeri a bajnoki címet a Real Madrid, az részben az ő klasszisának köszönhető. Köszönöm szépen! Az én kihívottam Hegedűs Lajos, a Puskás Akadémia remek kapusa. Első kérdésem, sikerült-e feltöltődni ebben a rövid szünetben, és hogy milyen kikapcsolódási formát választottál? A második kérdésem, mit gondolsz, milyen esélyekkel vág neki az Európa Liga selejtezőknek a Puskás Akadémia, valamint mit vártok a csapattól a következő évben? A harmadik kérdésem, hogy a labdarúgáson kívül milyen más sportágok érdekelnek, és miért? A negyedik kérdésem, kit tartasz jelenleg a világ legjobb kapusának, és ezt is légy szíves indokold meg. Köszönöm szépen!